És itt van velünk Benkő Dániel és kedvese Bazsa Rózsa, valamint Váci Gergő, és ugyanis hamarosan kezdődik a FEM3 Café. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Akkor nem vagy a kedvese Dánielnek, jól látom? Mindenkinek a kedve. Hát azért álljon. Öleljük a világot, az egész világot. Mi ölelni szoktuk a világot. Nem, Bazsa Rózsa? De. Kedvesei vagyunk. Hát akkor gyorsan tisztázzuk ezt itt a dolgot. Már tisztáztuk. Szeretjük a világot. A világot. Mindenkit benne. Magát úgy szeretjük, ahogy még ember nem szerette magát, és pláne az urat. Jó, hát ez nagyon meg kedves. Bazsa Rózsát. Ez azért Dánielnek most Bazsa Rózsa a világ? És mi egy jó páros vagyunk, vagy jó páros vagyunk? Jó páros vagyunk, igen. Miért? Mit csinálunk mi egyébként? Gitározunk, táncolunk. Én tanítom. És igen, a több. Hangsúly. Most jött az érdekes része. Én tanítom őt gitározni, ő tanít engem táncolni. Igen, mondja nekem, hogy gyorsabban, pengjenek a húrjain. Igen, mondja, vannak hiányosságai. Vannak. Vannak, nekem is vannak. És felhívjuk a figyelmet. És én lábbi, csak miért? Neki gitározom. Bocsánat, Dániel, milyen táncokat tud tanítani? Hát ez mutatsz egy lépést? Most nem mutatok, majd most fogok nem, majd a következő próba, aki átkapcsol majd a FEM3-ra, azt fogja de rá. Dániel mutathat egy lépést most, nem? De én nem én táncolok. Korrigál, tisztázik, korrigál. Értjük. Én is korrigálom őt. Gergő, érdekes beszélgetésre én néztek akkor itt ez egy ilyen de ugye? Amúgy én nagyon szoktam élvezni nagyon. A Dánielre való beszélgetéseket. Egy kicsit elvonnak tűnik, de amúgy meg lehet benne abszolút találni az értelmet és a logikát. És nekem azért vannak még kérdéseim, hiszen ugye egy iskolát is terveztél indítani egy ilyen ismerkedéssel, szerelemmel, randevúzással kapcsolatos. Milyen amint, nagy ember. És nagy hogy, ember. És nagyon vagy. Érdekel, nem, hogy hát akkor igen, ezzel mi a gratuláljak, mert ilyen... Jaj. Bazsa Rózsa. Én is Bazsa Rózsa lettem. Na, akkor gyorsan azért engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy azért milyen témával várjuk. Nem tudom, mennyi időnk van, egy pillanat. Pörgetni kell? Pörgetni kell, jó, akkor gyorsan mondom. Berecki Zoltán itt lesz, aki újra ugye beül a Sztármanszár zsűriébe, aztán Bebe fog énekelni. Valahol hallottam a nevét. Bebe fog énekelni egész nap, aki meg ugye a Sztármanszár egyik résztvevője lesz, mint Varga Győző, az Irigy-Mirigy egyik tagja. Ő egyébként Kormos Anettel majd a női férfi humorról fog beszélgetni. Aztán persze fogunk tornázni, főzőcskézni, szóval lesz meg annyi. És hol van Bazsa Rózsa? Bazsa Rózsa is itt lesz, hát természetesen. Ja, velünk, vele kezdünk? Igen. De meg veled is. Meg még velem is. Igen. Na, hát szóval ez így. Egyszer csak. Ja, itt látható a ti közös produkciótok. Egy korábbi... Egy korábbi, de most új produkciónk van, nem? Teljesen úgy. Bazsa Rózsa megtanított engem gitározni. Most, hogy hallgatom. És akkor most majd az új produkciót lehet látni. Igen. Igen. Értettem, jó, ne bántson. Hát... Szeretem magát. Tényleg, mióta? Mostanóta. Mostanóta. Te is egy Rózsa vagy, Zsuzsi. De igen, de Bazsa Rózsa... Ő a fekete Rózsa. Fogad. Fekete Rózsa. Na kíváncsian várjuk akkor ezt a beszélgetést. Köszönjük nagyon szépen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehet. A Mokka mára ennyi volt, holnap 6 óra 55-től várjuk önöket.